hetek óta tartó sikertelenség nem csak a játékosokat, az edzőket is megviseli. Nehéz, hát nem csak a kisfolyón, hanem otthon is, tehát kevés alvás, de hát nyilván megpróbálom megoldani. Természetesen persze fájdalmas mindig lejönni a pályáról, úgyhogy kikaptál. Nem szerettünk volna még egyszer ugyanabba a folyóba lépni, de sajnos megint ez a negatív hullám ez utolérte a csapatot. Míg tavaly ez egy 7 meccs 2 pont, idén szerencsére csak egy 4 meccses sikertelenség volt. Nem tudom elhinni, hogy igazából, hogyha 2-3 játékos kiesik a csapatból, hogy ennyire megváltozzon valami. Tehát itt most igazából nem is a Fröcsire gondolok, hanem a Huszira meg az Orosz Márkra, tehát két olyan játékos, aki nyilván meghatározó játékos a csapatnak. Viszont én sokkal többet látok még mindig a csapatban. Minden hétvégén azt hallgatjuk az ellenfél edzőit, hogy mi vagyunk a liga egyik legjobb csapata, ilyen jó csapataink, olyan jó, csak azért nem osztanak pontot. Hozzáteszem, hogy most kiszámoltam, hogy a 29 rugott gólunkból 9-et rúgtunk az utolsó negyed órában, tehát azt nem lehet mondani, hogy elfáradnánk. Más kérdés, hogy azokon a meccseken, amikor ember hátrányba kell 30-40-50 percet játszani, nagyon nehéz eltüntetni a létszám hátrányt. Azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak, most sokkal több játék lehetőséget kapnak, és most kell megmutatniuk nekik azt, hogy mire képesek. A vereség miatt természetesen mindig vállalom a felelősséget, de én azt gondolom, hogy a játékosnak is tudni kell magáról, hogy mit teszek hozzá hétről hétre, hogy készülök. Igazából ezt az edző nem tudhatja, edzésen igazából problémám nincsen, mert jól mennek, hanem amikor jön a bajnoki mérkőzés, az utolsó vasárnapi nap, akkor pedig sajnos jönnek a hibák. Erről sokat beszélünk a csapattal, hogy a befektetett munka, amit nyáron is leraktunk, illetve amit évközben is folyamatosan csinálunk, ez megtérül, illetve ők is érzik a saját bőrükön, hogy jó állapotban vannak. Más kérdés, hogy lélektanilag nagyon nehéz mérkőzésre mérkőzésre hátrányból felállni. Legtöbbször ez sikerül, sőt ugye volt például a Barcika meccs, ahol nyerni tudtunk, vagy Békés Csaba 2-0-ról föl tudtunk állni, de természetesen mindig ez nem sikerülhet, de a csapat erejét mutatja, hogy általában nem okoz problémát az, hogy korán hátrányba kerülünk. Most azt mondtam nekik, hogy emeljék fel a fejüket, és van ez a 3+1 mérkőzés, ugyebár 3 bajnok és ez egy kupa mérkőzés, és a legjobbat szeretnénk belőle kihozni. A következő hazai mérkőzésünk az újonc Kaposvár ellen lesz, akik eddig a bajnokság meglepetés csapata. Nyilván azért ők jó igazoltak, mikor feljutottak az NB3-ból is, azért rutinos játékosok volt, NB1-es futbolistákkal van tele. De ezt mondtam a játékosaimnak, hogy ugyebár nekik 8 győzelmük van, nekünk 7, viszont nekik 2 darab vereségük van. Tehát amikor ők talán egy picit gyengébben vagy rosszul játszanak, akkor is legalább mindig el tudnak hozni egy pontokat, vagyis tudják hozni az X-ra a mérkőzéseket, és ezt mondtam, hogy nekünk is pont ez hiányzik, hogy amikor egy picit rosszabbul megy a játék, akkor igenis minden pontra szükségünk van, és azok az egy pontok is sokba kerülhetnek. A Kaposvár az egy jó focit is játszó csapat, ahogy így egyszer-kétszer láttam őket a tévében játszani, ugye a közvetítésből, meg jól is igazoltak szerintem, és hát ugye sokszor van ez, hogy a feljutó csapatot viszi a lendület, sokszor van olyan feljutó csapat, aki tényleg nagyon jó a kezdés a tabella elején van. Egy nagyon jó csapatot fogunk fogadni, és hát remélem, hogy mindenki be lesz férfi munka, mert ez most tényleg arra lesz szükség, hogy most tök mindegy, hogy csak a 3 pontot húzzuk be. Pál Andrásnak különleges lesz ez a találkozó, hiszen 4 évvel ezelőtt, 2014. november 8-án az első soroksári meccsét cserélként beállva a Kaposvár ellen játszotta. Nem is akárhogy. Fú, mondom őszintén, már annyira nem emlékszem, mert elég rég volt. Ja, az első mérkőzésemet a soroksár, amikor igazoltam, a Kaposváron játszottam. Sikerült egyből 2 gólt szereznem, de 2-szer nyertünk, úgyhogy most jó lenne, ha 3-szor is ez sikerülne. Nagyjából így 5 meccs óta nem sikerült nyernünk, úgyhogy ráfér a csapatra is a győzelem, és nagyon remélem, hogy most már tényleg ki kell szállodunk ebből a gödörből, amiben most belekerültünk. Mi örülnénk neki a legjobban, hogyha a közönség szórakoztató játéka végre mondjuk egy magabiztos győzelmet tudnánk aratni. Mi is bizakodók vagyunk folyamatosan, a csapaton belül sincs pánik hangulat. Más kérdés, hogy hiába domináltunk esetleg Nyíregyházán is, egy szerencsétlen szituáció után olyan hátrányba kerültünk, amit már nem tudtunk ledolgozni.
de reménykedünk benne, hogy most hétvégén fordul a szerencse. Nagyon nehéz meccsre számítok. Ugye a Kaposvár az idei szezonban csak kétszer szenvedett vereséget, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadikat azt tőlünk fogja majd elszenvedni. Még egyszer mondom, tényleg egy nehéz mérkőzés lesz, mert jó ellenfél látogat ide nekünk. Most már tényleg így öt meccs után meg kell szereznünk tényleg azt a győzelmet, hogy tényleg visszatérjünk arra az útra. Amin úgy gondolom, hogy a szezon elején el is indult a csapat, és benne is van a csapatba, csak valahogy ezek a hullámvölgyek rosszkor jönnek, és nyilván a sérülésekre is lehetne ezt fogni, de abszolút nem szeretném erre fogni, úgyhogy valahogy tényleg ki kell lábalni ebből, és most ez egy alkalom lesz a Kaposváron, amit tényleg meg is szeretnénk ragadni. A mérkőzést vasárnap délután 13 órakor rendezik a Haraszti úti sportpályán.